Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Október 6-án a Nemzeti Gyásznapon emlékezett meg a város az aradi vértanúk kivégzésének 168. évfordulójáról. A március 15-e téren megtartott programon dr. Herman István önkormányzati képviselő mondott emlékbeszédet, majd a Munkácsi Mihály német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola tanulói adtak műsort. A megemlékezés koszorúzással zárult. A pápaiak évről évre összegyűlnek az Ihászi csata emlékműve előtt, hogy megemlékezzenek nemzeti történelmünk legszomorúbb napjáról. 168 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án a dühöngő és ketrecéből kiengedett féktelen terror a brassai hiéna személyében lecsapott a forradalom és szabadságharc hőseire, fogalmazott emlékbeszédében dr. Herman István önkormányzati képviselő. Azokra a magyar főtisztekre, akik 100 csatában néztek szembe a halállal, akik megfutamították Jalas István seregét, akik kiverték Grindisgrész herceg és Velden parancsnok csapatait, akik visszafoglalták Budavárát, felszabadították a felvidéket, Erdélyt, a délvidék nagy részét, a semmiből pénzt, paripát és fegyvert teremtettek a küzdelmekhez. A szónok kiemelte, egy dühöngő, sértett, rangon aluli elme álmokfutása volt 1849 ősze és 1850 tavasza, és szólt arról is, hogy az aradi vértanúk nemzetiségi összetétele híven tükrözte Magyarország akkori nemzetiségi összetételét. Herman István szónoklatát a következőképpen zárta. Van feltámadás. Hiszem ugyan úgy van, ahogy 150 esztendővel ezelőtt a kiegyezés meghozta a magyar nemzet a magyar akaraterő feltámadását, úgy hozta meg 2010 és az azt követő évek a magyar alkotóerő sikeres feltámadását, ahogy Közép-Európa népei egyek Európa védelmében nem de visszhangja annak a nemzetköziségnek, amelyet 1848-49 Magyarországa is örök mementóként jelent. A beszédet követően a Munkácsi Mihály általános iskola tanulói adtak zenés-irodalmi műsort, majd az emlékezők koszorúkat helyeztek el az Ihászi csata emlékműnél. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről és nem vesz részt az élet adta eseményekben, mondta Bán Éva, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesület elnöke szombati ünnepségükön. Az Egyesület 25 éves jubileumát és az Idősek Világnapját ünneplőket egésznapos programra várták a Városi Sportcsarnokba. A köszöntők sorában ott volt dr. Kövér László, a Magyarország Gyűlés elnöke, dr. Kovács Zoltán államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Áldozó Tamás polgármester is. Köszöntőkkel, bemutatkozásokkal, ajándékátadással kezdődött a Pápai Nyugdíjasok szombati ünnepsége. A 25 éves évfordulón a 725 fős tagság háromnegyede jelen volt. Több mint 500 főt ültettek le az asztalokhoz. Érkeztek látogatók Kovásznáról, Sepsiszentgyörgyről, Ógyalláról és Vecingenből is. Bán Éva elnök a kezdetekről és a jelenről is szólt köszöntő beszédében. 1987-ben volunk nyugállományban Dudás István igazgató és Korcsmáros József gyakorlati oktatásvezető a Pápai 304-es számú Acsádi Ignác ipari szakmunkásképző intézetből. Dudás István következő évben alapította meg a Városi Nyugdíjas Klubot a Pedagógus Művelődési Házban 20-30 fővel. Az Egyesületet 1993-tól 2009-ig Korcsmáros György vezette. Ez alatt a 16 év alatt 320 főre nőtt az egyesületi tagok száma. 2009. január 21-e óta Bán Éva vezeti a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesületét. Az elmúlt 8 évben több mint duplájára emelkedett a tagok száma, jelenleg 725 fővel működnek. Ezzel Veszprém megye legnagyobb létszámú nyugdíjas egyesülete lette.
Az ünnepségen ajándékokat adtak át a társszervezetek és a külföldi delegációk, a nyugdíjasokat pedig helyi és országos politikusok is köszöntötték. Elsőként dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke. Minden érték, ami ebben az országban 1990-ig létrejött, vagy korábbi időkből fönnmaradt, az gyakorlatilag az önök, a mai idősek munkájának, az önök erőfeszítésének az eredménye. Ez az önök közösségi öröksége, amit a nyomdokaikba lépő nemzedékekre hagytak. Kölcsei Ferenc óta tudjuk, hogy a meg nem hálált örökségen átok fekszik. Ezért az 1990 utáni magyar államnak nem csak jogi, hanem erkölcsi kötelessége is megóvni, megbecsülni és gyarapítani az önök örökségét, tiszteletet, megbecsülést és biztonságot nyújtani minden idős magyar honfitársunknak. Ezt erősítette meg dr. Kovács Zoltán és dr. Áldozó Tamás is, akik személyes élményeiket is megosztották a nyugdíjasokkal. A programban kulturális műsorok is szerepeltek. Fellépett többek között a Vadvirág Művészeti Egyesület, a Pápai Musical Stúdió, de volt operettnóta műsor is. A jubileumi ünnepséget kiállítás is színesítette. Itt az egyesület tagjainak szabad idejükben végzett munkáit lehetett megtekinteni. A napot táncos mulatság zárta. Immár 6. alkalommal tartott a városunkban évadzáró találkozóját a Roznov Camping és Karaván Klub október 5-e és 8-a közt. A cseh és szlovák vendégek 2017-ben az évadot is így nyitották húsvétkor, hisz, mint mondták, Pápán tökéletesek a feltételek a kikapcsolódáshoz. Az idei év volt az első, amikor a megtelt tábla kikerült húsvétkor a pápai kempingre, a 204-100 négyzetméteres parcella mindegyike foglalt volt. Ebben az esztendőben jó évet tudhat maga mögött a pápai termálkemping, 3200-zal nőtt a vendégészakák száma. 29 ezerhez közeli, vagy 30 ezer körüli tavalyi összvendégészakánk volt, ezt az idei évben plusz 3200-zal megfejeltük. Emellett a pápai kemping egy német rangsorban a Best Camp, valamint a Superplatz címet is elnyerte, mondta Dekovics Ódor Noémi. Az évadzáró találkozóra több mint 100 lakókocsival érkeztek a cseh és szlovák klubtagok, akik szívesen járnak vissza Pápára. Az évadzáró találkozó péntek esti megnyitóján a hagyományokhoz híven dr. Áldozó Tamás polgármester is köszöntötte a vendégeket. Úgy tudom, önök között már vannak olyanok, akik sokat szóra jöttek vissza hozzánk. Isten hozta őket is, meg azokat is, akik először jöttek. A nyitó rendezvényen fellépett a Rebel Lion Táncsport Egyesület és muzsikált Pápa Város Fúvós zenekara is. A fennmaradó időt a rendezvényen kívül itt a Somlón töltik egy borkostolóval, valamint a fürdőszolgáltatásait fogják igénybe venni. Az évadzáró találkozó után a kempingben már fogyatkoznak a vendégek, csökken a foglalt parcella szám. Így télen el tudják végezni a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat. Évente kétszer végez nagyobb szabású útjavítást a városgondnoksága Murvás utakon. Az őszi gréderezése a múlt héten kezdődött meg, és ezen a héten végeznek a munkával. A gréderezés mellett évközben is sok úthibát javítanak ki, ezekhez a saját gépparkját használja a városgondnokság. Öreghegy, Kishegy, Törzsökhegy és a Bocsor utca környéke. Ezek a fő helyszínei a nagy őszi útjavításnak. Nagy felújítás, nagy útjavítások itt a nem szilárd út, burkolatú út szakaszokon az évente kétszer van. Egyszer a télt követően, illetve a őszi nagy munkák. Most éppen ez zajlódik, a múlt héten kezdtük. Védert és úthengert úgy bérelünk, tehát évente két alkalommal, míg a saját gépünkkel folyamatosan dolgozunk. Egyrésztről figyelgetjük az utak állapotát, másrésztről ahonnan bejelentések érkeznek, ott igyekszünk minél hamarabb megjelenni. A mostani gréderes, úthengeres útjavítás több tucat utcát, utat érint. Több mint 7 kilométer utat érint ez a város területében. Törzsökhegy, Kishegy, Öreghegy és még a Bocsor utca környéki Murvás utcák, Kishegyet, ugye mondottam, Mozsár utca, valamint a termálfürdő Murvás parkolója és a Fányves utca egy részét fogjuk újra tavaszi módszer szerint gréderezni, anyaggal ellátni és tömöríteni. A múlt hétfőn kezdtük el a hegyek helyreállítását, illetve Murvás utak helyreállítását. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy e hét közepén fogunk végezni az utak helyreállításával. Közel 100 köbméternyi anyag kerül kiszállításra és elterítésre, tömörítésre.
A gréderrel végzett munka hosszabb távú eredményt hozhat, de egy murvásút minősége sosem lesz olyan, mint a szilárd burkolatúé, mondta el az igazgató. Azt tudni kell, hogy ezek a földutaknak a karbantartása, ez igazából egy folyamatos munkát igényel. Általában mindig ugyanott gödrösödik ki, aminek ad az oka, hogy ott lazább a szerkezet. Így a főleg eső után, amikor fölázik, jönnek az autók, törvényszerű, hogy ott ki gödrösödik. Ennek ellenére az utak állapota javult az elmúlt évekhez képest. Most már a harmadik éve kezdjük ezzel a évenkénti kétszeres kérdelezéssel, hogy valamelyest jobbak az utaknak az állapota, de azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen szempontból az időjárás kegyes volt hozzánk, mert azért olyan nagy esőzések nem voltak, ami annyira föláztatta volna az utakat. A murvás utak javításában néhány lakó is közreműködik a hegyekben. Ők a házaik előtti útszakaszon rendszeresen kijavítják a kisebb hibákat, tudtuk meg a Városgondnokság igazgatójától. Isten tisztelettel nyitották vasárnap a Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskola reformációi témahetét. Hétfőtől péntekig az iskolában tanórákon és délutáni foglalkozások keretében is az 500 éves jubileumhoz kapcsolódnak a programok. A témahét nyitó istentiszteletén az iskola diákjai közösen elszavalták az Erős vár a mi Istenünk című ének szövegét Vörös Sándor fordításában. A reformációi programsorozat egyik szép mozzanata volt ez. A témahét során még számos érdekesség várja a diákokat. Úgy állítottuk össze a hétnek a programját, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen és sokszínű legyen, és ez azt gondolom sikerült is, majdnem minden nap van a gyerekek számára foglalkozás. Sokféle tantárgyhoz kötődik egészen a hittantól a testnevelésig, és én azt gondolom, hogy a gyermekek számára ez nagyon emlékezetes hét lesz. Az evangélikus iskola diákjainak természetesen vannak ismereteik Luther Mártonról és a reformációról, de ezt az ismeretanyagot gazdagítja majd a témahét. Luther Márton élete, a reformáció, a nagy reformátoroknak a munkássága az előkerül szinte minden évben, minden felekezetnek a hittanóráján. Másrészt pedig a tanárokat is felkészítettük, hiszen nekük is tartottunk külön egy ilyen alkalmat, amikor Luther életével megismerkedtünk. A témahéten lesz többek között reformációs séta, vetélkedő, könyvtárlátogatás, emlékfutás, koncert, és korhű ruhákba is beöltözhetnek a gyerekek. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Így kezdődik az Édenkert pápai református óvoda első nevelési évének vezérigéje. Ennek jegyében az intézmény minden óvisát és munkatársát ünnepi befogadó istentiszteletre várták vasárnap a református templomba. A Csókai óvoda 1948-ig református óvodaként működött, s 69 év után most ismét az egyháza fenntartó. Régebb óta érlelődött már a pápai református egyházközségben, hogy újabb feladatot vállaljanak. Végül az óvodára esett döntésük, több okból is, mondta Márkus Mihály lelkipásztor. Az egyik az az, hogy az általunk megkeresztelt gyermekek 3 éves korban újra közel kerülhetnek hozzánk, az 1,5-2 év a keresztelő után, és ez nem olyan hosszú idő, tehát hogy talán nem feledkeznek meg rólunk arról az élményről, ami a keresztelő jelentett. Illetve az óvodában való megerősítés után az iskolai kötelező hittan választása, kötelezően választható hittan választása, az sokkal könnyebb és kézenfekvőbb lesz. 2017. szeptember 1-én 94 kisgyermek kezdett az Édenkert pápai református óvodában. Ők és szüleik, valamint az óvoda munkatársai is ott voltak az ünnepen, ahol dr. Áldozó Tamás polgármester is köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették, hogy zökkenőmentes legyen az átállás, a váltás. A város szegényebb lett egy intézménye, de a pápai reformátusok közössége gazdagodott egy óvodával. Ha pedig a pápai reformátusok gazdagodnak, akkor a pápai reformátusok közössége is gazdagabb lesz ezzel. Bár vannak új gyerekek is az Édenkert óviban, az egykori csókai óvisok adják a létszám döntő többségét. Mi meg voltunk mindennel elégedve, és nem szerettünk volna kiválni. Tunnerné Buzás Éva elmondta, úgy érzi, jól halad a szakmai és hitéleti feladatok összehangolása, a gyerekek vidáman járnak óvodába.
kollégák olyan bizakodóak, hittelteliek, mi örömmel segítettük őket, és tanuljuk tőlük az új dolgokat, a hitéleti dolgokat, és ez az egy hónap azt mutatta meg, hogy ez az együttműködés hasznos lesz, jó csapattá kovácsolódunk, és a szülők pedig bíznak bennünk. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, a szülők bizalma. Az ünnepi alkalmon Tunnerné Buzás Éva intézményvezető és az óvoda dolgozói esküdtettek, rövid műsoruk után pedig a gyerekek kitűzőt is kaptak. Híreink után nézzük, milyen idő várható holnap. Kedden is marad a többfelé szeles idő, északon néhol erős széllökések lehetnek. Változóan felhős napos időre készülhetünk, helyenként kisebb esővel, egy-egy záporral. Hajnalban 1-9, délután 14-19 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!